Hello mindenkinek! Folytatódjék végre ismételten a második Star Wars maratonunk, aminek soha nem lesz vége, ez már a tipikus. De minden esetre ez itt a Game Archivum 110. kommentes végigjátszása. Ismételten is Staci jelentkezik, és most a Star Wars Jedi Knight sorozat per Dark Force is széria utolsó állományához érkeztünk végre. Amikor is a Jedi Academy nevezetű alcímű játékkal fogok foglalkozni, egyben sajnos lezárja a Jedi Knight szériát, mivel a készítők úgy gondolták, a Ravenösök, a hollók, hogy mindent megmutattak a játékból, amit ki lehetett csikarni az egész sorozatból, és szerintem ez egy hatalmas nagy hiba volt, mert még lehetett volna máshova terelni a dolgokat, még bővíteni a... úgy mondjam, a legendákat, azaz a bővített univerzumot, de sajnos a Disney mindent lerontott az utolsó trilógiával, és úgy az lenne a definitív eredeti kánon, úgyhogy nem kapott több szerepet sajnos a bővített verzió, pedig az sokkal szélesebb volt én szerintem, és így sajnos véget ért a széria egy mellékággal. Most mindenki azt mondaná, hogy ez, elvileg ez lenne a harmadik Jedi Knight játék, a Jedi Knight 3, nem. Ez egy mellékág. Mindenki mondhatja, hogy ez egy mellékág. Konkrétan ezt játszottam nagyon sokat, ezt többször vittem ki jó per rossz befejezéssel. Igen, itt kétféleképpen is végigjátszhatjuk a játékot, mert ezzel a játékkal konkrétan nem az, hogy egy kerek egész történetet kapunk, hanem igazából olyan fajta történetet, amit mi magunk dönthetünk el, hogy hogyan szeretnénk vinni. Kánonszerűen, nem kánonszerűen, de én most kánonszerűen fogok végigmenni rajta, de majd mindjárt megmutatom, mi az, ami nem kánon benne a bővített kiadáson belül, a bővített univerzumon belül. A játékról azt kell tudni, hogy ez 2003-ban készült, és ugyanazt az engine-t használja, ugyanazt a Quake 3 engine-t használja, amit ugye az Outcast-ben is lehetett látni. Igazából bővítettek egy picit a motoron, annyit, hogy most már több mozdulatot is tudunk használni, ugye azok, amiket így külön lehetett nálam látni, és ugye nem voltak hozzá külön gombkiosztások leírva, ezt most utólag megkaptuk itt, és ugye azt kell tudni, hogy megjelent ugye PC-re, és egyébként nekem megvan klasszikus Xboxon is, egy keretei, egy valamelyik májusi időszakban, az előző években volt egy olyan, hogy be lehetett gyűjteni ezt, a Republic Commando mellett, ugye ezt az akadémiát is be lehetett gyűjteni, és én ingyen begyűjtöttem, mert előfizetős voltam Xbox 360-on, és akkor ott lehetett tolni. Működött nagyon jól, csak egy volt a probléma, hogy... én még kánonszerűbben akartam haladni, csak az volt a probléma, hogy nagyon kifingadtak, mivel sokkal gyorsabbak az ellenfelek, illetve természetesen magamnak nehezítettem meg a dolgot azzal, hogy konkrétan legyengítettem magamat, úgy haladtam. Tehát nem váltottam überfokozatú karakterré, és könnyű fokozaton így is kicsináltak, és azt hiszem a harmadik fejezetnél, tehát éppen majdnem a vége felé voltam, tehát nem tudtam végigvinni a játékot, se így, se úgy. Ja, és hát emlékeztek, hogy volt egy videóm, ahol konkrétan az eligazító résznél Luke-nak a feje pattogott a képernyőn, mint hogyha ugrálna, hogy szeretné saját magát látni a képernyőn. Ha arra emlékeztek arra a videóra, de az is nagyon rég volt, hát igen, ez az Xboxos verzió volt. Akkor utána kaptunk egy PS4-es, illetve egy Nintendo Switch-es verziót belőle 2020-ban, amit az Aspyr portolt. Ugye az Aspyr az, akitől a Force Unleashed játékokat is köszönhetjük, a kiadó. És ugye ők szoktak remasterelni dolgokat, illetve portolnak át valami fő portról át, egy mellékportra valamit. És hát ugye az Aspyr csinálta például azt hiszem a Republic Commandónál is, hogy ők csinálták a Switch-es verziót, tehát az a konzolos remastered verziót Switch-re, meg PS4-re, meg Xbox One-ra, és hát szintúgy ugye a Jedi Akadémiánál és az Outcast-nél is ugyanezt megcsinálták. 2009-ben meg újra kiadták Steam-re az Akadémiát szintúgy, tehát ott kapott egy újra kiadást,
és mivel hogy ez volt az a játék, aminek a multiplayer-t még jobban bővítették, és sokkal nagyon jobb közösséget hoztak létre, és konkrétan a Quake 3 után ez volt az a másik, amit agyba főbe toltak a multiplayerre, szintúgy én is. Amikor régen emlékeztek, amikor egy darab gépünk volt, és ugye a Spells of Goldot csak úgy tudtam végigtolni, és azt hiszem XP-nk volt, ott simán gyönyörűen tudott menni a Jedi Akadémia, és képzeljétek el, egy volt haverunknak köszönhetően, aki gépekkel foglalkozott, tehát hogy volt egy kis informatikai rendszergazdás múltja, akkor néha ő volt az, aki miatt megismerhettem közös gépen a Pokoli Szomszédok sorozatot, az első, meg a második Harry Potter játékot, akkor utána az első Pókember játékot, ugye, amit No Commentben a Szemrem is Pókember videójáték adaptáció első részét lehetett látni, illetve a Jedi Akadémia. De főleg a multiplayerrel foglalkoztam nagyon sokat. A sztorival alig haladtam, mert egyrészt nem tudtam akkor még angolul, másrészt nem értettem hozzá még a játékhoz, inkább csak kaszaboltam, mint hogy az erőket használjam, illetve természetesen mondom a multiplayert úgy, hogy magam mellé rendeltem a botokat, és capture the flag-eztem egyes egyedül. Forever alone. Tehát értitek, én ilyen voltam. Akkor sem kedveltem a multiplayereskedést másokkal, de én meg tudtam magamnak oldani, hogy multiplayerezek egyes egyedül. Mert ez volt az az egyetlen, ami lekötött. Kicsit furcsa elképzelés, de ez meg lehet oldani. Na. Jó, meg hogy miért tértem ki rá, hogy ez a játék sokkal rövidebb, mint az Outcast. Ha jól emlékszem, ott 25-24 pálya van, itt viszont igazából a fő pályák azok úgy ketté vannak osztva, és azok is számítanak külön-külön egyet, de én egybeveszem a bolygókat, mert igazából van háromszor olyan dolog, amikor 5 küldetést kell megcsinálnunk. Tehát igazából ez már 15 pálya. És akkor utána azok után lesznek ilyen főküldik, ami plusz 3. És akkor még az elején a prológus, ami két részből áll, de az szintúgy egy hely egy színen játszódik, ugye a Yavinni Akadémia környéke. És akkor a végén még a legutolsó pálya a harmadik főküldi után. Tehát igazából ennyi. 15, 18, 19, 20. Tehát 20. Szóval sokkal kevesebb pályával rendelkezik. Még akkor is, hogyha szét vannak választva, hogy többnek tűnjön, de igazából sokkal kevesebb a 24-hez képest. Tehát majdnem hasonlóan egyforma, de mégis kevesebbnek tűnik. Ennyit igazából. Illetve itt már sokkal jobban a fénykardos párbajokra mentek rá a készítők, és kivették mondjuk például a tárgylistánkat, ugye, ami ugye az előző részekben volt, ugye a Dark Forces-ban, meg a... Tehát az eddigi részekben volt a Dark Forces 1, 2, meg a Mysteries of the Sith-ben, meg a Jedi Outcast-ben is volt, hogy volt egy külön szatyrunk, amiben ugye a bakta tankokat, a hőlátó, meg a sima kukkerunkat tudtuk magunkkal vinni, illetve a különböző konténer, meg biztonsági kulcsokat. Ez már itt nincs. Itt már ebben a játékban egy már nincs, ezt kivették. Tehát még inkább a Force-ra fektettek hajsúlyt, meg a fénykard párbajokra. Ott is visszatér a három stílus, és mindig közepesen kezdünk, illetve természetesen itt már rangosan fejlődnek azok a Force képességek, amikre nem kell költeni. Mert minden ilyen mini küldetés előtt kiválaszthatunk egy adott Force képességet, amit fejleszteni szeretnénk. Illetve van 8 darab, ami igazából a fénykard, az ugrás, meg a lökés, húzás, sebesség, illetve a látási képességünk. Ezek azok, amik önmaguktól fejlődnek, és igazából a küldetés csoportok után fejlődnek. Nyilván amikor fejlődünk. Azokat nem tudjuk fejleszteni, azok maguktól fejlődnek 3-as szintig, illetve a mini küldetések előtt fejleszthetünk egyfajta force képességet 4 fény, illetve 4 sötét oldal képességből. Tehát itt benne van az, hogy csak a Jedi csak jóra használhatja az erőt, csak a jó pozitív energiát, a rossz meg a negatív. Nem. Tehát itt konkrétan ugye Kyle, visszatér Kyle, ugye
Annyi van, hogy 2 évvel vagyunk az Outcast után, tehát igazából 10 évvel a Yavin csata után, de 2 évvel az Outcast után játszódik az akadémia, amikor Luke és Kyle visszatér, és a nyaralás után ugye meggondolta magát, és ugye csatlakozik az akadémiához, Luke-hoz, és akkor együtt megpróbálják összegyűjteni az erőérzékeny fiatalokat, akik jó célra akarják használni az erőt, illetve természetesen Jedi toborzást hajtanak végre, és ezek közül lesz ugye főhősünk, ugye Jaden Kor, az egyik leghíresebb és elfeledett bővített legendáknak az egyik leghíresebb karaktere, és lesz egy Jar Jar Binks-es haverünk, Rosh Pennin, akinek be nem áll a pofája, és hát ő lesz egy az egyik legrosszabb utitásunk ever, tehát az egyik legrosszabb barát. Tehát hogyha van olyan, hogy legjobb barát, akkor van egy olyan legrosszabb barát, az pedig ő. Tehát Anakin, a kis Anakin meg a Jar Jar után Rosh a legrosszabb karakter ever, tehát ez nem semmi kérdés. A legbalfácánabb karakter ever. Na, és akkor igen, és akkor van 4, és akkor itt az van a Force-okkal kapcsolatban, hogy itt ugye nincsen játék szerinti befolyásolás, hogy jaj, túl sok rosszat használsz, akkor a rossz oldalra kerülsz, meg hogy jaj, túl sok jót használsz, akkor csak a jóra kerülsz. Teljesen fölösleges, hogy miket használunk. A lényeg az, hogy a végén majd mondani fogja, hogy milyen utat követtünk, és akkor az alapján leszünk elítélve, de igazából semmi nem történik. Egyedül egyfajta döntés lesz a játékban, ami miatt igazából az utolsó pályát generálja nekünk úgy, attól függ, hogy milyen döntést hoztunk létre. Ha jót, akkor ugyanarra az utolsó pályára kerülünk, csak a jó oldalon, pozitív befejezéssel. Ha rosszul döntünk az utolsó pálya végén, akkor meg ugyanazt a pályát kapjuk, csak rossz oldalon állva, negatív befejezéssel. Igazából sem... Tehát ez annyira nem kánon a kánonban, hogy egyszerűen wow. A legendákban. Hogy egyszerűen wow. Igen. És van 4 fajta... fehér fény és 4 fajta sötét force képesség, amiket magunk tudjuk használni. Én igazából 3-ra megyek rá, egy sötétre és 2 fényre, vagy esetleg 3 fényre, de majd mindjárt látni fogjuk azt, hogy miért. Ja, és akkor, illetve a fegyvereknél, ugye magunk kiválaszthattunk 2, amit az útra vihetünk magunkkal, illetve már az eldobható fegyverek is már kiválaszthatók, de csak 1-et vihetünk magunkkal. Úgyhogy nagyjából ennyi, a sztoriba nem mennék rá részletesen, azt most szépen tovább fogjuk nézni. Egymagunk. Ja igen, még kitérnék arra, hogy Jaden Kor karaktere itt annyira nem kánonbeli, hogy itt már másmilyen fajú lehet, illetve különböző nemű, tehát lehet egy férfi, illetve egy női karakterünk, ez ugye az azt akar lenni, hogy sokkal jobban inkább Jaden, inkább maga a karakterrel, vagy hát a játékossal együtt azonosul, ezért lehet az, hogy vagy férfi, vagy női Jadent használhatunk, vagy különböző fajú, tehát lehet emberi, Rodian, Keldor, illetve Twi'lek, meg Zabra karakter, de az eredeti legendákban férfi nemű, és itt látható ő az igazi férfi nemű Jaden Kor karakter, ugye ő férfi, végig megy a története, utána lesz nála egy pillanat, amikor azt hiszem ő is elszakítja magát az erőtől, de majdnem egyszerre 3 kardja lesz, mert valamelyiket elvesztette, valamelyiket eltörte, de lesz egy harmadik. Aztán történik egy olyan, hogy egy nagyon nagy Sith kolónia megöli a főhőst, és csinál belőle egy klónt, aki igazából úgy jön vissza a halálból, és saját maga megöli a klónt, és tovább él, viszont a többi klónt is kinyírja, és... úgy folytatja a kalandjait, tehát ott bonyolult az ő története, de szépen az is meg van csinálva, tehát azért fordulatos, na, mondhatni, bonyolult, de fordulatos. És hát, amíg a szinkron hangokra még vissza kell térnem, mert ugye az előző játéknál is megtettem, akkor most is megteszem, ha jól emlékszem, igen. Luke hangja Bob Bergenként visszatér, szintúgy Kyle Katarn, Jeff Bennett alias Johnny Bravo visszatér természetesen.
Amit még ki kell emelnem, még nem is a maga a főhős, hanem még érdekesség, ami meglepődtem, az Ross Penninnek a szinkronhangja. Igen, idegesítő karaktert szinkronizál, de maga a szinkron színész, az mondjuk nagyon érdekes. Jason Marsden. Őről azt kell tudni, emlékeztek, volt a Goofy nevezetű rajzfilm, az a nagy, nagy rajz, mozifilm, amikor a Disney Goofy-nak a fiát, Maxot húzza a középpontba. Na, legtöbb Disney rajzfilmben, ha Goofy-nak a fia Max megjelenik, akkor őt szinkronizálta legtöbb esetben. Illetve, ami meglepődtem egy picikét, hogy több játékban is hangoztatott egyes karaktereket, ami érdekes volt számomra, van a Nickelodeonon egy Tech nevezetű animációs játék, ahol magát a főszereplőt szinkronizálja maga Jason. És hát itt ugye Ross Penin a Star Wars-ban, illetve természetesen ugye Maxot szinkronizálja majdnem minden egyes Disney játékban, tehát Goofy-nak a fiát, illetve különböző filmekben, animációs filmekben is szinkronizált. Én például nagyot néztem, amikor ránéztem, hogy például benne volt a Disney Tarzan című rajzfilmben, és ő volt Mungo, aki a Terk nevezetű gorillának, ugye Tarzan, hát úgy mondjam, gorilla barátnője, igen. Ugye van ugye Terk, ugye... Nem igaz, hogy senki nem tud nagy képet mutatni. Mindegy, igen. Ugye itt van Tarzannak ugye a úgymond barátnője, de nem szerelmi barátnője, hanem gorilla barátnője, ugye Terk, és van annak két társa, Flint a kicsi, meg Mango a nagy. Na, ő neki a hangja, ugye Jason Marsden, ugye ő szinkronizálta Mungót itt. Ez volt még nagyon számomra érdekes. Viszont ami nagyon durva volt számomra, az maga a főszereplő Jaden Cor két hangja, ugye, hogyha a női karaktert irányítjuk, akkor Jennifer Hale szólaltatja meg. Ő az, aki mondjuk például a Metroid Prime-ban magát a főhős Samus-t szólaltatta meg, akkor a Kotorban ő volt Bastilla Shawn, a főhős karakternek a Jedi mentora. Akkor a Metal Gear-ben is benne volt. Ő volt Naomi Hunter, Doki nő, aki ugye nagyon sokat szerepel majdnem az összes Solidban, azt hiszem az elsőben, meg a negyedikben, a Guns of the Patriots-ben, illetve a Bioshock Infinite-ben ő volt az egyik Lutéc Iker. A Lutéc Ikerről a női verzió. Aztán, ami érdekes lehet másoknak, a Mass Effect trilógia. A Mass Effect trilógiában ugye ő volt a női Shepard karakternek a szinkron hangja, és hát meg kell hagyni, hogy ott elég... ezekben a játékokban sokkal többet kapott, hogy sokkal jobban ki tudta játszani az érzelmeit, meg a hitelességeit a hangjával. Nincsen, hogy szegénynek itt csak... Annyi ideje volt, hogy csak gyorsan felolvas, és gyorsan hadarja a szöveget, értitek? Tehát még annyit sem kapott, tehát ugyanez, mint amikor amerikaiak próbálnak saját nyelvükre honosítani, úgymond, japán játékokat, és akkor senki nem tudja, hogy az a mondat, amit mondani fognak, az milyen kontextusba fog kijönni, és ezért van az, hogy mosolyogva talál egy halottnak hit társat a földön, és akkor nem az, hogy aggódik érte, hogy jaj, nyomozó úr, jól van! Nem az, hogy nyomozó úr, jól van, nincsen baja, nyomozó úr, jól van. Tehát értitek, most már értitek, ez a Clock Tower 2-ből egy jelenet, amikor a főhősnek megtalál egy főfelügyelő urat. Na, erre akartam kiukadni, hogy szegény Jennifernek csak annyi volt az ideje, hogy gyorsan felolvassa a dolgokat, és még semmi érzelem nem volt benne. Tehát, hogy gyorsan túl lett rajta. Csak azért, mert közben Philip Tancini volt ugye a férfi karakternek a megszólalója, és hát ő, hát igazából ő nála volt az a hangsúly, ahol konkrétan a hangjában több
többet tudott játszani, és valahogy ehhez ki kellett egészíteni Jennifernek a saját sávját, hogy ne beszéljen túl, mert akkor meg akkor azzal van baki, hogy akkor elmondja normál, ha elmondta volna normálisan a szöveget, akkor meg kivágták volna a hangot. Na, értitek, ez volt a probléma. Na mindegy! Igen, ez volt érdekes. Ez volt egy kicsit furcsa számomra. Mindegy, Jennifer Hero, ugye tudjátok, hogy mi van, viszont Philip Tanciniről akármerre próbáltam valami keresést találni, hogy milyen szinkron hangjai voltak. Max az IMDb-n találtam volna érdekeseket, nagyon sok videójátékban adta a hangját, de az a baj, meg filmben is játszott, a filmszínésznek kezdett, utána ment rá a szinkron hangokra, és próbáltam róla keresni dolgokat. És például, ami szemet szúrt nekem, és ahol tényleg meghallottam az ő hangját úgy, ahogy kellett volna, most hát, hogy tényleg ráismertem, hogy ez a Jadencore férfi karakterének a szinkron hangja, mert itt hallottam meg legelőször, és ez volt az egyik legismertebb olyan játéka, ahol tényleg meghallottam, és jellegzetes hangja volt. A másik, ami tényleg meghallottam, hogy ez, hogy onnan tudtam meg, hogy például a Lost Planet 2 című játékban, ami szintén trilógia, a második részben, ott a legelején, amikor egy sok ilyen zsoldos katona így mennek a hóban, és a főhős karaktert, akit irányítunk, az pont őt szintúgy Philip szinkronizálta. Na, innen már meghallottam, az a jellegzetes hang, ami innen jött, az, hogy meghallottam, hogy ez Philip a Jaden karaktere, Jaden szinkron színésze az akadémiáról. Na! Én így ismerek fel hangokat. Viszont, ha bármit kerestem volna a Google-on, a világhálón Philip Tanciniról munkásságáról, akkor mindig csak azt kapom a pofámban megállás nélkül, hogy 15 évesen smárolt a 19 éves részek Demi Moore-ral, és folyamatosan ezt kapom a pofámba. Tehát nem az, hogy Philip Tanzini filmmunkásságai, nem. A 15 éves Philip Tanzini csókolózott a 19 éves részek Demi Moore-ral. Azzal a színésznővel. Tudjátok, az a színésznő, aki a szar Charlie Angyalai filmnek a második részében ő volt az ellens, a főgenya, illetve természetesen ő játszotta a számomra egyik kedves filmben a főhős nőt, Mollyt, a Ghost című filmben, ugye Patrick Swayze-vel a főhősnőt játszotta, és az nekem egy számomra egy nagyon jó film volt. Na, ott ismertem meg legelőször Demi Moore-t, és akkor utána jött ez a visszatérés, hogy úristen, ez ugyanaz a csaj onnan, a szar Charlie Angyalai folytatásban, ugye a teljes gázzal, ugye Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu triójával, és akkor utána jött a Philip Tanzini is ügy, hogy 19 évesen részegen lesmárolt egy 15 éves srácot, és hát kapta is a pedó jelzót, mint az állat. De, és akkor néztem, hogy ez az a Demi Moore, aki a főhősnőt játszott a Ghostban, és ez az a Demi Moore. Azt a rohadt élet, ez micsoda véletlenek, de ez borzasztó, hogy a világháló csak egy dologra tud koncentrálni, és hogy egyéb más dolgot akarok róla keresni, nem mindig a szart utána, de mindig a szart olmaz a pofámba. Nagyon eltereltem a témát, akkor beszéljünk valami másról, mondjuk például van benne az a Twi'lek csaj, aki ellenünk jön alóra, például ő Gray Delisle, aki például egyszer meg volt említve nálam a végigjátszásomban, ő volt például a Doki a Far Cry 3 Blood Dragonben, akinek a Michael Biehn által megszólalt karakterünket segítette, hogy hogyan tudjuk legyőzni a főgenyát, mert a főgenyának dolgozott az a doktornő, és hát egy csomó rajzfilmben adta a hangját, tehát nagyon jellegzetes hangja volt. Tehát ő volt például ugye Diana a Scooby-Doo-ból. Kell még valami mást említenem rá? Tehát ismét egy híres szinkron színésszel van dolgunk. És hát még egy csomó szinkron színészt is még meg lehetne említeni, akik jellegzetesek, még a hasonlók. Mindegy, a sztoriról nagyjából annyi, hogy éppen Luke és Kyle toborozzák az új Jediket a Massassi templomban, tehát a Yavinra toborozzák, közben meg Jaden a főhős össze, hát nem önszántából, de a játék szerint összebarátkozik egy Rospeni nevezetű Jedi tanunccal, vagy hát ők még beavatottak, tehát Padawan szinten vannak, még nem Padawan, hanem előtte beavatottak,
És akkor egyszer csak lelövik a cirkálót, lezuhannak a Yavin a templomtól nem messze, és akkor nagy nehezen bejutnak a templomba, de közben meg kiderül, hogy egy csapat szekta, sötét Jedikből, akik még életben maradtak Desan halála után, elkezdik mindenhonnan gyűjtögetni az erőforrás, a pozitív force erőket, begyűjtik egy jogarral, és úgy nevezik magukat, hogy a Ragnosnak a követői, mert van egy Marka Ragnos nevezetű személy, aki egy Sith Lord volt az ősi időkben, és őt akarják feltámasztani ezekkel a Force képességek begyűjtésével, és ugye ezt nekünk kell majd megakadályozni, és akkor innen veszi fel, és hát, hogy ezt próbáljuk meg nyomozgatni, és akkor utána a végén lesz a nagy leszámolás. Na!